magyar hangok. Revicki Gábor, Kocsis Marian, Bor Zoltán, Benne Semmi, Rosta Sándor, Kisfalusi Bálint, Bolmut István, Fogarasi András, Pogány György, Németi Mari, Molnár Levente, Szokol Péter, Lázár Sándor. Magyar szöveg Szojka László, hangmérnök Bederna László, gyártásvezető Jávor Barbara, szinkronrendező Faragó József. A szinkront a Forstars Video megbízásából az Echo Szinkron Kft. Készítette. Forgalmazza a Forstars Video. Dolgozni akarsz, hogy újra miénk legyen az a föld, amit most csak bérlünk. De tudod, hogy mennyivel több földet lehet szerezni egy jó házasággal, mint a... Én már csak ilyen vagyok, jobban szeretek dolgozni, mint nős. Na ne érts félre. Én csak azt akarom, hogy az én fiamra nem mondják azt, hogy mamlasz, az én fiam tudjon udvarolni. Na, csináld szépen utánam úgy, ahogy én mutattam, Mikikém. Na, csináld. Én szeretem magát! Na jól van, azért nem kell úgy kiabálni. Tamási Péter földbirtokos mamlasz fiát akarja megnősíteni, aki inkább dolgozna, mint a kiszemelt lányt elvenné. Egy alkalommal azonban Pest felé a vonaton megismeri Évát. Látod? Vajon miről beszélgetnek? Rendezvút kell adnunk egymásnak. Rendezvút? Az nagyszerű. Na igen, már csak azért ugye, mert szörtök. Persze. Hát akkor hol találkozunk? Nem tudom. Mondja maga, semmit sem tud. Bocsásson meg, hát én nekem még sosem volt randevum Pesten. Na, azt látom. Maradjatok hűek az elveinkhez. A felsőbbrendű faj csak úgy jöhet létre, ha az ember képes legyőzni önmagát. Az örökkévaló gyönyörüljön rajtatok. Tani! Halálos leleplezés. A neonáci akciók hátterében titokzatos politikai erők rejlenek. Ez a kiégett újságíró még ma is minden meggyilkolt zsidóból nemzeti hőst tud csinálni, ha akar. Kérlek, Szűzanya, ne engedd a főnököt meghalni, míg el nem rendezte a Ranchero és a 28 millió dollár dolgát. Szóval egy 28 millió dolláros vagyont örökölt. Jól hallottam, azt mondta 28 millió dollár. Juan Luis Ferreira parancsnok előtt kell megjelennie a táborában. Kaméleon. A több millió dolláros örökséget a kíméletlen férfias versenygyőztese viheti magával. Az egyik versenyző azonban más, mint a többi. Azért köszönöm. Nincs mit. Raffaello egy érzelmes meglepetés, édes pillanat hófehér kókuszpelyhekbe zárva. Belseje mandula szívet rejt. Tökéletes ajándék. Raffaello. Többet mond minden szónál. Itt az új Knorr risotto. Nagyon megéheztem. Ehhez mit szólnál?
Knorr risottóval néhány perc alatt ízletes egytálételt készíthet. Magában fogyasztva, vagy köretként is kitűnő. Knorr, minden nap új varázslat! A virágok természetes gyengéd illata egy szép vonalú edénybe zárva. Pórusain át egyenletesen frissíti a levegőt 30 napon át. Breeze. Otthonába hozza a természet friss illatait. Jordan Amigóval szórakozás a fogmosás. Itt az új Amigó Maci. Csíjé! Csöcsöcsö! Egíten a zsuna! Mars. Egy felülmúlhatatlan íz. Az élet íze. Ja, éj! Zsánadó, se ítőse! Mindenkor, mindenhol feldob a Mars! Jordan Amigóval szórakozás a fogmosás. Itt az új Amigó Maci. Anyu, találtam valamit! Azt hitték vége. Azt hitték, elmúlt a veszély. Tévedtek. Steven Spielberg filmje. Az elveszett világ. Az égsiker filmje. Hamarosan a mozikban. Megjöttek a vadnyugati fiúk, akiknek kényelemre és szárazságra van szükségük, ezért Huggies pelenkát hordanak, tehát veneket fel! A Huggies pelenkák egyedülálló tépőzáró akár krémes kézzel is visszazárható, rugalmasan illeszkedik, így rendkívül kényelmes. Steve Dye rendszerének köszönhetően nincs száraz a pelenka, mint a Huggies, és ha a fiúk időnként a pohár fenekére néznek is, tényleg szárazak maradnak, nem csoda, hogy a babák szeretik a Huggies, megérkezett a Huggies standard is, kis csomagok fiúknak és lányoknak egyaránt. Nivea Body Milk. Különösen értékes ápolóanyagai nem csak óvják a bőrt, hanem látja és rugalmassá is varázsolják. Látom is, és érzem is. Jól érzem magam a bőrömben. Nézd csak az asztal! Mit szólnál hozzá? Szép, szép, de a magam részéről sokkal szívesebben reggeliznék, ki te katod? Miért? Jobb, mint a házik azt! Az E-formula csupa fehérje, csupa vitamin és ásványi anyag. Tökéletesen elégedett vagyok vele. Na és a többi macska eledel? Nálam csak is a kitekat jöhet szóba. Ugratsz! Dehogy! Inkább én ugrok néhányat! Úgy tele vagyok energiával! Látod? Kitekat. Macska egészség kedvező áron. Itt az idő, gyere már! A buli most csak téged vár! Szól a zene, elragad! A idő gyorsan elszalad! Ha buliban mész, vagy buliban vagy, legyen veled, mit ropogtat! Ne nyafogd már, hogy egyedül vagy! Csak kóstolj bele! És táncolj, élvezd élet! Rikus híz és még egy csió, 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 csió! Isztambul a több emeletes minaretek és a sok minaretes mecsetek városa. Egyik legszebb mecsete a Szultán Ahmed, amit első Ahmed, a török birodalom 16. szultánja építetett 3,5 évszázaddal ezelőtt. A templomot a belső terét díszítő mozaikról sokan kék mecsetnek hívják. A dzsámi a 16. századi oszmán török építészet nagy alkotása, a kor szimbóluma is. Azért emelték, hogy az Ája Szófiával, az egykori bizánci keresztény templommal vetekedjék a régi konstantinápolyi fórum túloldalán.
A belső udvarát a hagyomány szerint úgy alakították ki, hogy a vándorok a karavánok utazói árkádjai alatt megpihenhessenek, ott étkezhessenek, tisztálkodhassanak. A csorgókutak rituális tisztálkodásra szolgálnak, Allahhoz senki sem közeledhet tisztátalanul. A hagyományőrző muzulmán családok nőtagjai csadort viselnek, ha az utcára lépnek. Az iszlám világában kiki közvetlenül kerül kapcsolatba Allahhal. A türelem és a tolerancia jele, hogy ma már beengedik az érdeklődő látogatókat is egy számukra fenntartott helyre. Természetesen ők is csak cipő nélkül léphetnek a szőnyegre. Az iszlám művészetben nem ábrázolnak embert. A falakat ezért korán idézetekkel, híres kalifák szépen felírt neveivel, növényi motívumokkal díszítik. A négyzetes alaprajzú templom főkupoláját oszlopokon álló két-két félkupola támasztja alá. A mecseteket általában forrásokra építették, a megpihenő vándoroknak. A kút környékét is szőnyeggel borították be. A szőnyeg a földi és az égi világ elválasztó határterülete. Hitük szerint ez egy vékony mikrokozmosz, amire a földporával nem szabad rálépni. Ezen halad a zarándok a kúthoz, hogy szomját oltsa. A nők a számukra fenntartott helyen olvassák a Korán tanításait, a szúrákat, és külön is imádkoznak. A férfiak más helyen fohászkodnak. Minden igaz hitű napjában ötször imádkozik. Mekka a vallás központja felé fordul. Az ima helyet is arra tájolják a templomok építészei. Az iszlám több mint 13 évszázada hirdeti tavait. Híveinek száma földünkön lassan-lassan eléri az 1 milliárdot. Az iszlám megerősíti a korábban kinyilatkoztatott egyisten hívő vallások tanításait, de magát tartja az isteni kinyilatkoztatások utolsó letéteményesének. A hívők belülről megtisztulva, Allah akaratában megnyugodva, Mohamed próféta segítségében bízva térnek vissza a hétköznapi életbe, a munkába. Törökország Kis-Ázsiában az emberi kultúrák civilizációk keresztútján fekszik. Aki először jár arra, annak azonnal feltűnik, hogy a sok ezer éves neolit civilizációtól a mai kor modern emberéig, nyitásra és fejlődésre kész közösségekig valamennyien egymást elfogadásával élnek együtt. Isztambul számtalan mecset városa. Ez a park, ahol az árusok kenyerüket kínálják és keresik, az egykori Konstantinápoly fóruma, ahol kora tavasszal már leülnek a családok kicsit megpihenni. A téren található a 16. században keresztény templomból átépített Hagia Szófia mecset, vele szemben a Szultán Ahmed. A közeli mellékutcákból is jól láthatók a kék mecset minaretjei, de már látszik az is, hogy a hétköznapi életben a munka, az élet sokszínűsége miként egészíti ki a képzeletünkben élő kelet varázsát. Az utcai árusok, a számtalan mini gazdaság megannyi apró piaca, ha kell importbanánnal, ha kell a vevőhöz szállítva, hiszen első a vásárló. A tehetősebb kalmárok persze állandó helyeiken árulnak. Ez a kis bazár a mecsetek közelében, a bőr, a szőnyeg, a mellény, a megszokott terepere színhelye. A csendes mellékutcák után a nyüzsgés, a forgalmas kikötői út, a hajók jelzik, a Boszporusz mindig is fontos stratégiai hajózó útvonal volt és marad. Napóleon ide tervezte világbirodalma fővárosát.
Békeidőben természetesen a halászok paradicsoma, és az aranyszar öböl partján frissen, olcsóbb a hal. Isztambul után az ankarai óvárost nézzük meg, ahol a zsákos piac olyan, mint évszázadok óta mindig. Az ezer csemegét kínáló piacon a csicseri borsó, a mogyoró, a földi mogyoró, a pisztácia, a dió, az aszalt barack és szilva csábítja az utazót, hogy kipróbálja, tud-e alkudni a vérbeli kereskedőkkel. Az ősi városmag őrzi a múltat. Aki arra vállalkozik, hogy a régi stílust, hangulatot megőrizve épít új házat, vagy újítja fel a régit, ő kedvezményes hitelt kaphat hozzá. We're
Mostantól a Léz autólánc. A zacskóban chips, ajándék, talán autó. Keresse a puzzle elemeit. Ha összeállt a kép, küldje be, és indulhat a következő heti Léz futamon. A 10 Ford Ka összdíjazású versenyen vajon ki lesz az első befutó? Léz, és nyersz! A kölyökkor az élet egy csodálatos időszaka, amikor a kicsinek nincs gondja semmire. Kergetőzik, birkózik, és sokat alszik. Ez az az időszak, amikor csak a játék öröme számít. A világhírű televíziós sorozat az Amerika vadvilága készítőjének új filmje jelent meg most videókazettán. Ez a természetfilm az állatok kölyökkorát mutatja be. A kölyökkor egy egyórás videófilm, amely a természet vadállatainak meghitt pillanatait örökíti meg. Olyan pillanatokat, amelyeket eddig még soha nem vettek filmre. A kölyökkor című videófilm mellé elküldjük a Pillangók szépsége című filmet is, amely a természet legszínesebb teremtményeinek életét mutatja be. Hívja a TV-sok Magyarországot a 0679 363 444-es telefonszámon. És rendelje meg most! Franciaországi Savoyában létezik egy csodálatos síparadicsom, ahol a hó iránti szenvedély, a modern technika és a nagy síelés mámora varázslatos együttest alkotnak. A Tigny és Val d'Isère központokból álló Espace Killy a világ egyik legkorszerűbb síterepe. Hála a símetróknak, a kabinos és ülőszékes lifteknek, a 300 kilométeres összefüggő pályarendszer bármelyik pontja játszik könnyedséggel megközelíthető. Tinyben minden a síelők és snowboardosok kényelmét szolgálja. A kényelmesen berendezett pályaszállások, a felhőtlen kikapcsolódás elengedhetetlen kellékei. Az extrém sportok rajongóit hómotorozás, paplanernyőzés, valamint egésznapos helisí és helibord túrák várják. A hegyi ételek és borok kedvelői a francia gasztronómia tradicionális különlegességeivel tehetik még színesebbé az itt töltött időt. Téli ajánlatunk másik fénypontja, Alpe d'Huez, az Alpok legnapfényesebb pályacentruma, több vonatkozásban is kiemelkedik a síterepek sorából. A 220 kilométeres rendszert kiszolgáló hatalmas lifthálózat mellett itt találjuk Európa leghosszabb fekete pályáját, melynek kiinduló pontja a legendás 3330 méteres Pic Blancot köti össze az Oazon völgyel. Síoktatóink Alpe d'Huezben a nap 24 órájában a kicsik és nagyok rendelkezésére állnak, egyrészt, hogy tanítványaik biztonságban fedezhessék fel a pályák adta korlátlan lehetőségeket, másrészt, hogy megosszák velük a síelők számára fenntartott hóbirodalom iránti féktelen szenvedélyüket. Akik a síelés és snowboardozás után még éreznek magukban elég energiát, azokat Alpe d'Huez pezsgő éjszakai élete várja. Ha velünk tart, mi bebizonyítjuk, hogy a francia Alpokban a síelő a király.
Tiszteletem, hölgyeim és uraim! Ez itt Giravaru szigete, a Maldív szigetcsoport egyik tagja. Olyan picurka, hogy 8 perc alatt körbe lehet sétálni. A Maldív szigetek egyébként az Indiai óceánban találhatóak, Indiától délre. Több mint 1200 korallszigetből álló csoportról van szó. A legnagyobbik sem éri el a mi Margit szigetünk méretét. Tartsanak velünk a csodák birodalmába! Mivel a Maldív szigetek igen-igen picik, hosszú ideig csak hajóval lehetett ide látogatni. 1981-ben azután az egyik sziget mellett a tengert korallal feltöltötték, és ez lett Hulhulle, a repülőtér sziget. Itt található a világ egyetlen olyan kifutópályája, amely tényleges kiterjedése tengerből indul és tengerben végződik. A pilótáknak egyébként minden tudásukra szükség van, hogy le tudjanak szállni. A repülőtér szigetről azután motorcsónakokkal vagy jaktokkal lehet közlekedni. Ezekhez bármikor hozzájuthatunk. Az 1200 lakott és 800 lakatlan sziget 26 atollba, gyűrű alakú korallzátonyba rendeződik. Pár perc alatt bármelyik szigetet körbe lehet sétálni. Ezek egyébként korallzátonyok. Korall állatkák millióiból épülnek fel, melyek az óceán által elöntött, kialudt vulkánokat borítják be, és megkövesedett testük tengerfelszín feletti része maga a sziget. Egyik sziget felszíne sem haladja meg a 3 méteres tengerszint feletti magasságot, és egyiknek sem több 8 kilométernél az átmérője. Magukon a szigeteken paradicsomi kertekhez hasonló állapotok uralkodnak. Az alapvető növényzet trópusi jellegű, a legelterjedtebb növény a kókuszpálma. Arra kell csak vigyáznunk, nehogy elaludjunk egy kókuszpálma alatt, mert a fejünkre eshet egy dió. A közép-amerikai lagúnák szépsége egyébként eltörpül a Maldív öblöké mellett. Színesebbnél színesebb halak és korallok látványa tárul elénk az öblökben. Még az egyszerű búvárszemüveggel rendelkező ember számára is, aki a térdig érő vízben másút nem tapasztalható csodákban gyönyörködhet. Az állatvilág rendkívül gazdag a tengerben, a szigeteken is. A cápáktól nem kell félni, mivel a trópusi tengerben elegendő élelmet találnak. 700 fajta hal van az Indiai óceánban. Bárki kagylófajták ezreiben gyönyörködhet, nem kell hozzá halásznak vagy éppen búvárnak lennie. Egyébként valamikor az erre utazó kereskedők különböző kagylókat használtak fizetőeszközként. A korallzátonyok körül egész halrajokat találunk. Jó részük félelmetes külsejű, de ártalmatlan. Imádnak használt csigaházakba költözni, ez itt mindennapos jelenség, még a parton is találkozhatunk ilyen rákokkal. Gyakori látvány a sekély vízben fürdőző teknős. A parton teknős tojást is érdemes keresni. Elektromos és zsibbasztó rájákat, planktonokkal táplálkozó rájákat egyaránt láthatunk itt. Ezt a ráját egy kalauzhal is követi, hogy megszabadítsa az élősködőktől. Maldív szigetek látogatói simogathatnak választásuk szerint ráját vagy cápát. Mi inkább a rájára voksoltunk. A Maldív szigetek többsége egyébként olyan kicsi, hogy éppen csak egy szálloda fér el rajta. A hangulat családias. A sziget szállodák többségében 30-40 turista nyaral, plusz a benszülött személyzet.
A szállodákban az étkezés rendkívül színvonalas. A helyi egzotikus ételek mellett mindenki megtalálja az ízlésének megfelelő menüt. Egyébként itt nem tapasztalhatunk szegénységet a lakosság körében. Az emberek nem pénzéhesek, nem kell menekülnünk a koldusok hadától, mint például Indiában. Nincsenek ragályos betegségek, még a malária szúnyog sem él meg, mert nincsenek mocsarak. Ha valaki ide akar utazni, nincs arra szükség, hogy beoltassa magát. Ennél ideálisabb trópusi tengeri nyaralást el sem lehet képzelni. A kiszolgálás mindenütt első osztályú, hiányt semmiben sem kell szenvedni. A Maldív-szigeteken szinte mindenféle sportot űzhetünk, talán csak a jéghoki és a golf a kivétel. Az ország nemzeti jövedelmét a turizmus határozza meg. Az első turisták 1972-ben érkeztek. 1992-ben már 200 ezer turista látogatta meg a szigeteket. Egyébként elsősorban a gazdag európaiak és a japánok látogatják. A helybeliek többsége a halászatból él. Sokszor nem is kell kimenni a nyílt tengerre, elég, hogyha a part közelében lefektetik a hálót, és belekergetnek egy-egy halrajt. Ilyen óriási halakat is lehet fogni. Már is a turisták asztalára kerülhet. Maldív-szigetek lakói szingalézek, malájok és indiaiak. A Maldív-szigetek korai történelme legendák homályába vész. A szigetek őslakói minden valószínűség szerint halászok és hajósok voltak, akik Dél-Indiából és Sri Lankából érkeztek el vidékre az időszámításunk előtti 4. és 5. században. Ez már Male, a Maldív-szigetek fővárosa. Egyedül itt vannak autók, körülbelül 500 kocsi található a szigeten, többségük japán gyártmány. Ez az egyetlen városias település, de még így is mindössze 1 négyzetkilométer a területe, és 60 ezer ember lakja. Male a politikai élet, a vallási, a kereskedelmi és a kulturális élet fő központja. Az elsődleges közlekedési eszköz a motorbicikli és a kerékpár. Ez az elnöki palota. Az elnöknek külön autója van, hogy a palotából kihajthasson a kikötőig. Húsz évvel ezelőtt a Maldív-szigetek még a Föld 25 legszegényebb országa közé tartozott. Mára a turizmusnak köszönhetően rohamos fejlődésnek indult. 1987-ben már 5 emeletes házat is tudtak építeni. Ez a halpiac, ahol mindenféle egzotikus élőlényt meg lehet vásárolni. A cápától a karthalig minden kapható itt. Ez már a zöldség és gyümölcspiac. Európai ember számára egészen fantasztikus, micsoda gyümölcsök láthatóak itt. Itt éppen dohányt készítenek. Hogyha valamit vásárolni akarunk, a hivatalos fizetőeszköz a Maldív rúfia. A szállodaszigetek többségében egyébként nem kell semmiért sem fizetnünk, csak a végén kapjuk meg a számlát. A város legszembetűnő pontja, ez az aranykupolás mecset. Ezt látjuk meg először, amikor közeledünk a város felé, akár repülővel, akár hajóval. 6000 hívőt tud befogadni. Az összes Maldív a szunniták szektájához tartozik.
A Maldívok életmódját az iszlám vallás határozza meg. Ugyanakkor itt sokkal-sokkal liberálisabbak, mint a többi arab államban. A Maldív asszonyok például nincsenek elzárva, és feretlenül is járhatnak az utcán. Az itt található mecsetek a többi iszlám országtól eltérően nem Mekka felé, hanem a nap irányába tájoltak. Így néz ki Malé, a Maldív-szigetek fővárosa egy motoros hajóról. Egyébként, ha gyorsan megy a jacht, néha úgy érzi az ember, mintha hullámvasúton ülne. Ez már Giravaru szigete, ahol bárki felhőtlenül pihenhet. Pariyat bindu balal muga Pariyat bindu balal muga Diya nanghi tummi jiral muga Diya pyaar bhi mili beto Diya tummi lo bhi jiral muga A Maldív-szigeteken az átlaghőmérséklet 33 fok körüli. A szigetek területén sokszor kellemes és kibírható a klíma, mert lenged ez a szél, ilyenkor lehet azután szörfőzni is. Ha túlságosan meleg van, akkor inkább induljunk el búvárkodni. Egy muréna leskelődött itt, de sok más fantasztikus élőlényt találhatunk a korallzátonyok közelében. Ha valaki egészen kezdő, akkor is pillanatok alatt megtanítják a helyiek. Egyébként annyira népszerű itt a búvárkodás, hogy az embereknek már nem is bélyeggyűjteményük van, hanem inkább kagylógyűjteményük. A Maldív név egyébként a szanszkrit Malode szóból ered, amelynek jelentése virágfüzér. A sziget történelmének legfontosabb dátuma 1153, amikor a nép áttért az iszlám vallásra. A hagyomány szerint ugyanis akkor vetődött ide egy marokkói arab utazó, aki tanításaival kiirtotta a korábbi barbár szokásokat. Az itteni lakosok ugyanis egy Dzsini nevű tengeri démonban hittek. Hitük szerint itt lakott Dzsini. Egyébként számára rendszeresen egy fiatal szűzlányt áldoztak fel. A szüzet egy pálmafához kötözték, és sorsára hagyták Dzsini szigetén. A monda szerint ide a tenger alá húzta le azután az áldozatát Dzsini, a tengeri démon. Végül Abu el-Barakat, az arab utazó, kiszabadította a lányt, és a Korán felolvasásával örökre elűzte a gonosz démont. Egy éjszakán át olvasta a szent könyvet a szörnynek, végül pirkadatkor a démon már nem bírta tovább. Abu el-Barakatot a mai napig szentként tisztelik. Ettől kezdve szultánok és szultanák uralkodtak a Maldívok felett. A 16. században rövid időre portugál fennhatóság alá került a sziget, majd 1887-ig többé-kevésbé Ceylon szigetétől függő terület lett. 1887-től azután brit protektorátussá vált egészen 1965-ig. Végül a Maldív köztársaságot 1968-ban kiáltották ki. Élén egy elnök áll, aki egyben a végrehajtó hatalom vezetője is. A parlament 48 tagja közül a legtöbben halász családból származnak. Négyen korábban búvárkodással és kagylógyűjtéssel foglalkoztak. Nyilván ehhez hasonló fantasztikus élőlényekkel is találkoztak. Távolban egy cápát láttunk. Megközelíteni nagyon veszélyes, bár általában a cápák nem támadnak emberre, főleg itt az Indiai-óceánban, hiszen bőségesen találnak élelmet. Gyakrabban találkozhatunk viszont rájákkal.
A rájákat a tudósok laposra nyomott szápáknak is nevezik. Egyébként valóban rokon a két faj, és a tapasztalatlan könnyű búvárnak ugyanúgy óvatosnak kell lennie, mint a fürdőzőknek. Rájával ugyanis összefuthatunk. A legjobb módszer, hogyha a homokban csoszogva lépkedünk előre, így a rája észrevesz minket, és odébb áll. Mi pedig nyugodtan fürdőzhetünk tovább. Ha sellőt akarunk látni, akkor is a Maldív-szigetekre érdemes utaznunk. Hulhullétől a repülőtértől nem messze található egyébként Kurumba. Fiatal kókuszdiót jelent ez a szó, és Kurumba volt az első szálloda a Maldív köztársaságban. A sziget partja csodálatos. Gyönyörű virágokat, a fákon pedig kaméleont, gyíkokat láthatunk Kurumbán, a fiatal kókuszdió szigetén. Van itt két hatalmas esővízzel feltöltött úszómerence is, nem csoda, hogy 35 ezer forintba kerül egy éjszaka, ezért cserébe viszont hibátlan kiszolgálást kap a pihenni vágyó. Hölgyeim és uraim, ezzel búcsúzunk a Maldív szigetekről. Remélem, hogy legközelebb ismét velem tartanak majd. Viszontlátásra! Rani